A szombathelyi Kressz Parkban dolgoztak hétfőn a Szompark megbízásából a Hárofit Egyesület munkásai. A területet a lehullott avartól kellett megtisztítaniuk. A közmunkások még a tavalyi közfoglalkoztatási program keretében dolgoztak. A Hárofit Egyesület 31 embernek tudott munkát adni, a tavaly az Úta Munkába program keretein belül az önkormányzati támogatással kiegészítve összesen 14 millió forint jutott a közfoglalkoztatásra. A közmunkaprogram 2015-ben is folytatódik, az arra szánt pontos összeget még nem ismerik a foglalkoztatók.